1849. április 3-án a szabadságharc vezérkara Jászberényben véglegesítette dicsőséges tavaszi hadjáratként a történelembe vonult hadművelet részleteit. Erre emlékezve ünneplik Jászberényben ezen a napon évről évre a városnapját. A díszünnepséget a Vigano Alapfokú Művészeti Iskola gyermek- és ifjúsági tánccsoportjainak tánca vezette fel. A hagyományoknak megfelelően a városháza előtti téren fogadták a jászberényiek a tavaszi emlékhadjárat díszszemlére felsorakozott hagyományőrzőit. Jó napot, hagyományőrzők! Erő! Tisztességet! A himnusz közös eléneklése majd az ünnepélyes díszszemle következett, mely után a város polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Már több mint 3 évtizede, hogy ünnepeljük a városnapját. És tudják, én az első ünnepeken, az első ilyen eseményeken is itt voltam, a másik oldalon, egészen kicsi gyermekként. És mindig nagy áhítattal és nagy örömmel néztem végig a hagyományőrzőkön, néztem végig rajtatok, és mindig azt szerettem volna, hogy oda menjek közétek, hogy talán egy lehessek közületek, mert az a fajta tisztelet a hagyományok iránt, ami jellemez benneteket, az nagyon különleges. Csodaként beszélt a városról, a jászságról, és köszönetét fejezte ki az emlékezőknek. Rajtatok nem jelmezként van ez a gúnya, hanem megtöltitek tartalommal, és ezt hozzátok ide nekünk minden évben, emlékeztek és emlékeztettek. Ezt a város polgármestereként és Budai Lórántként is köszönöm szépen. A múlt történéseit történész hozta közelebb a jelenlévőkhöz. A honvéd sereg mintegy 50 ezer főből állt, kiváló vezetők, kiváló tábornokok, kiváló emberek voltak a parancsnokaik, akik az alkalmas pillanatra vártak, hogy kilépve a Tisza mögül megkezdjék végre az ország visszafoglalását, felszabadítását. Beszédében a megemlékezésre is kitért. A magyar történelemnek voltak dicső, szép korszakai. Ezeket a korszakokat meg kell becsülni, ezekre a korszakokra emlékezni kell. Nem mindig fegyverrel a kézben, hanem dolgos hétköznapi munkával, méltóvá kell válni 48-49 örökségéhez. A díszünnepségen átadták a 34. tavaszi emlékhadjárat okleveleit, majd a megemlékezők, köztük a lengyel delegáció is, elhelyezték a megemlékezés koszorúit a forradalom emlékhelyeinél. Az ünnepélyes fogadás, felvonulás és koszorúzás hagyományőrző programját csatabemutató, az Agyva Banda és a Palotási János Zeneiskola fúvó zenekara is színesítette.